Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Isten igéjét Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből szeretném olvasni. A Rómabeliekhez írott levél első fejezet 16. és 17. versét. Így hangzik az ige. Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Idáig az ige. Ha a körülöttünk zajló eseményeket figyeljük, akkor egyre többször látjuk beteljesedni mindazt, amit Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében elmondott, mint egy a végidő előrejelzéseként. Ebben a beszédében Jézus viszont azt is mondta, hogy a bűn világának végét jelentő dicsőséges visszajövetele csak akkor következhet be, csak akkor jön el a vég, ha már mindenkinek hirdetve lett az örökkévaló evangélium, mint egy bizonyságul. Vagyis mindenkinek hallani kell. Mindenki meg kell legyen szólítva ezzel az üzenettel. Ezt az evangéliumot azért kell minden embernek megismerni, mert Isten, ahogy olvastuk az igében, az üdvösség elnyerésének az egyetlen feltételét akarja az emberekkel megismertetni. Hiszen ez Krisztus evangéliuma, amely Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. A választás lehetőségét szeretné Isten az emberekre bízni. Amikor azt mondja Jézus, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon bizonyságul. A választás lehetősége azt jelenti, hogy vagy elfogadja, vagy elveti az Isten által biztosított egyetlen megoldást. Azt a hatalmat, ami az üdvösséget garantálja és biztosítja. Mivel az emberi család a bűneset miatt elveszítette a bensőséges kapcsolatát Istennel, ezért ettől kezdve Isten az evangélium üzenetében mondja el a helyreállításnak minden lehetséges esetét. A jelenések könyvében található végidő evangéliumában is ezt találjuk, ott is erről beszél az ige, amikor a hármas angyal üzenetet mutatja be, megjelenik az angyal, és azt mondja János apostol, hogy az örökkévaló evangéliumot tartja a kezében. Vagyis, miközben Isten mindent megtesz érdekünkben, hogy mi megismerjük az általa felkínált megoldást a bűnre, azt a megoldást, amit már az első embernek Édenben is elmondott, hogy jön a szabadító, és helyreállít majd mindent, ugyanakkor ez az angyal a jelenések könyvében már azt is elmondja, hogy de nekünk is van részünk benne. És ez a mi részünk az, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. És pedig len azért, mert ez képezi a mi részünket. Pál azt írja az alapigében, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, de amikor elhangzik tőle ez a kijelentés, akkor az emberben ösztönösen felvetődik az a gondolat, hogy de ki előtt, és miért kellene szégyelni azok előtt, akik felé hirdeti. Pál idejében ugyan más okok voltak, mint napjainkban, de a lényegét illetően nem változott semmi. A háttérben mindig az ős ellenség mozgatja az eseményeknek a rugóit, és ahogy olvassuk az apostolnak a bevezető gondolatait, abból kitűnik,
hogy nagyon sokszor még Isten népe között is megjelenik az a probléma, ami miatt az apostol ezt mondja. Ugyanis azt olvastuk az igében, hogy a zsidóknak mondom először, és aztán majd a görögöknek. Vagyis először a magukat hívőknek vallókra gondol, és csak azután a pogányokra. Azért mondja ezt, mert nem mindig marad következmények nélkül, ha valaki nyíltan felvállalja, hogy Krisztus evangéliuma szerint él, és ezt hirdeti. Figyeljétek csak meg, hogy Pál a korintusi levélben hogy próbálja ezt magyarázni. Az első levél első fejezet 18. versében például azt mondja az apostol, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, nekünk az Isten ereje. Vagyis különbség van a között, hogy ki hogy fogadja a Krisztus evangéliumát. Egy másik helyen, szintén a korintusi levélben, de már a 23. és 24. versben mondja, ezért mi Krisztust prédikáljuk, mégpedig a megfeszítette. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek bolondságot, ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy a zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. A Biblia tanításában arra is választ kapunk, hogy miért kell először a zsidóknak hirdetni az evangéliumot. Miért a hívők körében kell először hangozni a Krisztus központú evangéliumnak. Az ős ellenség ugyanis nagyon sokakat elhitet és megtéveszt. Mózes könyvében azt olvassuk például, hogy a zsidók úgy gondolkodtak, hogy az lesz nekünk az igazságunk, ha megtartjuk mind a parancsolatokat. Igazságul tulajdonítatik ez? Üdvösséget szerez az, ha én a parancsolatot megtartom? Nem azt válaszolja Isten erre nagyon határozottan a Bibliában, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van? Ez Istennek ajándéka, nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. A zsidók éppen ezért verték a mellüket, és hálát adtak, hogy ők milyen igazak, és hogy nem olyanok, mint egy másik, aki bűnösnek gondolta magát. És az a baj, tudjátok, hogy ez sokszor még bennünket is megkörnyékez. Sokszor a megkülönböztető igazságaink hirdetése közben elfeledkezünk arról, hogy az üdvösség az egyedül Krisztus által nyerhető el, ajándékba. De amikor elfogadom ezt az ajándékot, akkor a szívemben fel kell támadjon az a vágy, hogy valahogy én is kifejezzem a szeretetemet. Ha Isten már annyira szeretett, hogy az egyszülött fiát adta, hogy én el ne vesszek, hanem örök életem legyen, akkor én is szeretném kifejezni a szeretetemet. És hogy fejezhetem ki? Milyen módon? Jézus nagyon leegyszerűsíti ezt a dolgot, és azt mondja, ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartjátok. Mert a parancsolat megtartásában a szeretetünkkel kifejeződjön. De nem mindegy, hogy parancsra tesszük, nem mindegy, hogy kötelező érvénnyel áll előttem az, hogy mit kíván az Isten, vagy pedig a szeretet motivál ebben. Amikor parancsra kell tenni valamit, akkor az ember mindig húzódozik, meg vakarózik, meg kifogást keres, de amikor a szeretet motiválja, akkor keresi az ember, hogy hogy tudom kifejezni. Egészen más a hozzáállásunk. Ellen White azt írja ezzel a gondolatkörrel összefüggésben egy megjegyzését, hogy mi, mint nép, addig hirdettük a törvényt, amíg olyan szárazak lettünk, mint a Gilboa hegyei, melyek sem esőt, sem harmatot nem kaptak. Nekünk Krisztust kell prédikálnunk, még a törvényben is. Hiszen Krisztus a törvényadó. Pál azt írja, hogy nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. Aztán vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy
Mit kell annyit foglalkozni a hit általi megigazulással, a Krisztusban elnyerhető megigazulás gondolatával? Hát ezt már ismerjük. Mindig erről beszélünk. Mindenkinek el tudjuk mondani. Tanítani vagyunk képesek már. Ellen White-nak erre is van egy válasza, ami úgy hangzik, hogy sajnos 100 közül nincs egy, aki megérteni a maga részére a Bibliának ezt a tanítását, amely pedig annyira fontos a földi és örök életünk vonatkozásában. Itt a hangsúly ezen a szón van, hogy a maga részére. Lehet, hogy professzionális szinten tudja elmagyarázni, hogy mit jelent Krisztus, hogy lett ő a világ megváltója, hogy váltott meg bennünket, hogy tulajdonítja nekünk az ő igazságát. Csak az a kérdés, hogy ő személyesen találkozott-e Jézussal, ahogy Pál a damaszkuszi úton. Mert nekünk egy személyes találkozásra van szükség. Amikor ott áll előtted Jézus, amikor megszólít, amikor szeretne belépni az életedbe, amikor szeretné azt, hogy átvegye az életedben az irányítást és az uralmat. Sokszor felvetődik ez a gondolat, hogy miért is probléma ez? No, azért, mert mi sokszor adventisták az igazságról való gondolkodásunkban egy kicsit dogmatikussá váltunk. Csupán a száraz tantételt fogadjuk be a keresztény életünk feltételeként. Ilyen módon az általunk hirdetett igazság a fejeket célozza meg. Meg akarjuk értetni az emberekkel az igazságot, de nem a szívet célozzuk. Ezért a megértett és elfogadott igazság is csak a fejeket érinti, a szív viszont zárva marad. A Krisztus evangéliumának nem fogadása más ok miatt is kerülgeti Isten gyermekeit, ugyanis folyamatosan egy megváltozott környezetben kell élnünk, ami bizonyos vonatkozásban befolyással van ránk. Jézus éppen abban a beszédében, ahol elmondja, hogy az evangéliumnak kell hirdetni az egész világon, és csak akkor jön el a vég, ott azt mondja, hogy de egy olyan környezetben, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet pedig meghidegül, mert az emberek magukat szeretőkké válnak, és szeretet nélkül valókká lesznek. És tudjátok, ebbe a gondolatkörbe cseng bele az, amit a Laudíció üzenetben olvashatunk, a langymeleg állapot. Mert a szeretet meghidegülni csak akkor tud, ha volt. Ha meleg volt a szeretet, ha ízott a szeretet, de valaminek a hatására kihűlt. Jézus egy példázatában érzékelteti, hogy mi eredményezhet ilyet. Azt mondja, hogy ha a gazdagság, családsága, meg egyéb dolgok kívánsága közbe jönnek, elkezdett növekedni a növény a te szívedben, talán már szép lombot is eresztett, már elindulhatott volna a gyümölcstermés, de közbe jött valami. És ami közbe jött, az elfojtja az igét, és gyümölcstelenné válik minden. Pál az alapigében nem azt írja, hogy az evangélium hatalmat hoz majd számunkra, hanem azt, hogy Krisztus evangéliuma nyilatkozik meg Isten hatalmaként. Maga az evangélium a hatalom. És ez azt jelenti, hogy a mindennapi életünkben kell megnyilatkozzon. Ez az evangéliumban rejlő isteni hatalom abból fakad, hogy Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, mondja az apostol. Amikor Isten igazságának ez a hatalma elér valakit, amit az evangéliumban jelent ki, akkor azt eredményezi, hogy többé már nem az vagy, aki voltál. Nem is tudsz az maradni, mert az Istennek hatalma érintett. És itt hadd említsek meg egy nagyon érdekes bibliai kijelentést, amit sokszor szoktunk alkalmazni, de van egy másodlagos jelentése is.
Amikor Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írott levelében, hogy a teljes írás Istentől ihletett, akkor itt az ihletett szó alatt egy olyan szó van az eredeti görög szövegben, ami a pneuma képezi az alapját ennek a szónak, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy szél, lehellet, fuvallat. Vagyis úgy is lehetne fordítani ezt a páli kijelentést, hogy a teljes írás Istentől lehelt. És hogyha ezt a gondolatot most összevetjük azzal, amikor a teremtés történeti beszámolót olvassuk a Bibliában, hogy Isten a földnek a porából teremtette az embert és formálta, kész volt teljesen az ember, mindene megvolt már, test, lélek, szellem, minden létezett, a teljes ember ott állt Isten előtt, csak valami hiányzott. Nem volt benne élet. Élettelen anyag volt. De az Isten az élet leheletét lehelte bele. Ugyanazt a szót használja a Szentírás itt is. És ettől az isteni lehelettől megelevenedett az ember. Élővé vált. És amikor a Biblia azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, azaz Istentől lehelt, akkor ez azt jelenti, hogy amikor az Isten igéje téged érint, amikor neked szánja az Úr, amikor a szívedbe akarja helyezni, akkor az ő hatalma akar érinteni téged, hogy a lélek megelevenedjen, hogy az ember új emberré váljon. Nem véletlenül használja a Szentírás ezt a fogalmat, hogy újjászületés. Mert ez a hívő ember életében egy születés. Jézus ezt magyarázta Nikodémusnak is, hogy más emberré kell lenni annak, akit a Szentlélek birtokba vesz. Bocsánat. Vannak emberek, akik a saját erőfeszítéseik által akarják az üdvösségüket biztosítani, és erre Istennek az a nagyon határozott válasza, hogy nem, nem lehet. Mi nem tehetünk az üdvösségért semmit, csak elfogadjuk az ajándékot. Kegyelemből tartatunk meg. Ez nem tőlünk van, ez Isten kezdeményezése. Ő indítja el ezt a folyamatot, és érik be az életünkben. Mi csak azt tehetjük, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot. Ellen White azt írja az Evangélium szolgája című könyvében, drága az a gondolat, hogy Krisztus igazságát nem cselekedetek által szerezhetjük meg, hanem Isten önként ajándékozza nékünk, Isten és az ember ellensége viszont nem akarja, hogy ezt az igazságot megvilágítsuk, mert tudja, hogy elveszíti a hatalmát, ha ezt az emberek tökéletesen elfogadják. Sátán szándéka az, hogy az embereket visszatartsa attól a hittől, hogy Krisztus az egyetlen reménységük. Amikor Pál apostol átélte a saját életében ezt, hogy megértette, a Krisztusban megtalált igazság akkor olyan értéket jelentett számára, amitől minden mást értéktelennek látott, sőt, veszni hagyott. És azt mondta, hogy mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy Krisztust megnyerjem, hogy találtassam ő benne. Pál szinte refrényszerűen használja ezt a fogalmat, hogy Krisztusban. Ez képezi életének a legnagyobb felismerését és értékét. Az evangélium, a Krisztus evangéliumának az ismerete ugyanis nem emberi cselekedetekre és érdemekre összpontosul, hanem arra, amit Krisztusban kaphat meg. Ennek a bizonyosságát szeretné Isten a mi szívünkbe is beírni, hogy Krisztusban a saját fiaivá fogadott bennünket. A Biblia nagyon sokszor nevez bennünket úgy, hogy Isten gyermekei, Isten fiai. De hogy lettünk azzá? Hogy lettünk Ádám fiaiból Isten fiaivá?
Úgy, hogy hitáltal elfogadtuk Krisztust, személyes megváltónknak. Úgy, hogy Krisztussal helyet cseréltünk, mert Krisztus volt az Isten fia, de ő ezt az életét, amit itt a földön ért, nekünk tulajdonítja, és mi benne válunk az Isten fiaivá. Isten azt szeretné, testvéreim, hogy a Krisztusban megtalált lehetőség mielőttünk is egy felbecsülhetetlen érték legyen. Amiért minden egyéb dolgot készek vagyunk kárba veszni, hagyni és szemétnek ítélni. A Krisztus evangéliuma olyan hatalom, ami teljes szabadulást és üdvösséget szerez annak, aki nem csak beszél róla, hanem élni is akarja. Mert amikor valóban befogadja valaki az igét, annak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyen. És erről nem beszélni kell, hanem átélni. Engedni, hogy a Szentlélek ezt véghez vigye az életünkben. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Abban az erőben, ami a Szentlélek jelenlétében nyilatkozik meg. Az evangéliumra nem úgy kell tekinteni, mint egy tanácsra, hanem, amit talán hadd folytassak így, hogy amire hallgatsz esetleg, és kipróbálod, vagy nem hallgatsz rá, és akkor elveted magadtól, az evangélium az az Istennek az ereje, amely, ha megérint, akkor megváltozik a gondolkodásod, és teljesen más lesz az életed. Nem is tudsz ugyanaz maradni, mint aki voltál. Mert Krisztus szerelme szorongat téged belülről. Mert belépett az életedbe. És más ember akarsz lenni. Ez annak a folyamánya és következménye, hogy amikor úgy felfogtad, a szívedben felfogtad, hogy micsoda hatalmas ajándékot kaptál Krisztusban, akkor ez a szeretet átjár belülről, és azt keresed, hogy Uram, hogy fejezhetném ki én is a szeretetemet? És Jézus azt mondja, hogy ha valakiben megvan ez a reménység, akkor igyekszel megtisztítani magadat, amiképpen ő, aki neked adta a bűn nélküli életét, ő is tiszta. Mert nem működik úgy a Krisztussal való helycserénk, hogy ő nekem tulajdonítja ugyan a bűn nélküli életét, én meg folytatom az életemet úgy, ahogy eddig is éltem. Ez így nem működik. Már csak azért sem, mert ha valóban elfogadtad Jézust, akkor az ő hatalma, az igének a újjáteremtő ereje, az kell, hogy érintsen belülről. És ez, mint egy égő tűz késztet arra, hogy a jót válasszad, a Krisztus akarata szerint éljél. És tudjátok, mi lehet annál nagyobb erő, mint Jézussal közösségben élni? Hogy elmondhasd azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Ezt az erőt az evangélium hatalma biztosítja. Ezért minél nagyobb ismerethez, igeismerethez jut valaki, annál nagyobb biztonságban van Sátán megtévesztő támadásaival szemben, mert az ige ismerete az, mint egy védőbástya vesz körül bennünket. Mert az igében az Isten teremtő hatalma nyilatkozik meg. Mert amikor az Isten szól, akkor mi történik? Emlékeztek a teremtés történeti beszámolóra? Monddá az Isten, legyen, és lett. A Zsoltárok könyvében úgy olvassuk, mert ő szólt, és előállt. Csak parancsolni kellett. Nézzétek Jézus élettörténetének a beszámolóját, hogy amikor ott volt a viharzó tengeren, azt mondja, hogy némulj el, és a tenger azonnal lecsendesedik. A negyednapos halottnak azt mondja, hogy jöjj ki, és fölkel, és kijön. Az ő szavában teremtő erő van.
És amikor mi a kezünkbe vesszük a Bibliát, az Isten írott igéjét, akkor kinek is a szava található meg ebben az írott igében? Az Isten szava. Sőt, hadd menjek egészen közel, Jézus szava. Mert Jézus a kinyilatkoztatást adó Isten. Vagyis Jézus szól hozzánk, ugyanazzal a teremtő szóval. És amikor a kezedbe veszed a Bibliát, és olvasod benne Istennek a szavát, akkor téged is meg akar érinteni. Téged is újjá akar teremteni. És ezért a saját érdekünkben kell tanulmányoznunk minél többet az Isten igéjét, azért, hogy bennünket is újjáteremtsen, megváltoztasson. Péter apostol azt írja a levelében, az első levél, első fejezet 5. versében, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten gyermekeit az Isten hatalma őrzi. Azt mondja, hogy akiket az Isten hatalma őriz hitáltal, az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. Istennek hatalma őriz bennünket, üdvösségre. Gondoljatok csak, ahogy olvastuk az alapigében is, hogy a Krisztus evangéliuma, amely az Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Az apostolok tehát szinte refrénszerűen mondják ezt, hogy ez az evangélium, amivel Isten meg akar szólítani, amely hatalomként akar érinteni bennünket, újjáteremtő erőként, na ez biztosítja nekünk az üdvösséget. Vagyis a megismert és befogadott igény keresztül elfogadott hatalom fog védelmet adni, tiszta látást adni, és újjáteremtő erőt. Ha Pál apostol példáját vesszük alapul, akkor a Krisztusban való életünk első felismerése az kell legyen, hogy mi a magunk állapotában érdemtelenek, tehetetlenek, méltatlanok vagyunk. Isten vizsgáló ítélete előtt nem tudunk megállni. Nem véletlenül hangzik el a jelenések prófétai kinyilatkoztatásában többször is, hogy kicsoda állhat meg ő előtte. Nem állhat meg senki a maga igazságában. Csak hogy Isten gondoskodott megoldásról. És éppen ezért Pál apostolon keresztül kimondja azt, hogy amikor majd elérkezik az az idő, hogy én nekem is meg kell állnom az Isten ítélő széke előtt, akkor találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Miközben kell a törvény cselekednünk, összhangban kell élnünk vele, de nem ez fogja biztosítani az üdvösséget. Találtassam úgy, mint akinek a törvényből nincsen igazságom. Van egy másfajta igazságom, Istentől való igazság, hit alapján, amit Krisztusban nyerhetünk el. És ha ez nekünk tulajdonítatik, akkor ott állhatunk. Akkor bizodalmunk lehet az ítélet napjához. Mert ha valaki Krisztusban van, annak többé nincsen kárhoztatása. Ezért lehetünk mi reménységgel. Ezért várhatjuk boldogan. Ezért nem kell félnünk az Istennel való találkozáshoz, mert nem a magunk igazságában állunk, hanem Krisztus igazságába öltözötted. Ez biztosítja az üdvösséget. Ezért hadd mondjak ki egy nagyon súlyos tartalmú mondatot, hogy meg kell tanuljuk, hogy a Krisztusba vetett hitünk a saját emberi igazságunkba vetett hitetlenségünkkel kezdődik. Amikor a saját igazságomba vetett hitetlenségem tudatosul bennem, rájövök, hogy én a magam igazságában nem tudok megállni Isten előtt, na ott kezdődik a Krisztusba vetett hit. Ez az, amit meg kell tanulni. Nincsen saját igazságom a törvényből, de van igazságom Istentől Krisztusban. Az ember sajnos már édentől fogva erőlködik azon, hogy saját maga oldja meg azt a problémát, amit az Isten lelkének világosságában meglátott a saját életében.
Mert Isten lelke rávilágít a mi bűnös állapotunkra. Gondoljatok csak Pál apostolra, aki egy bizonyos időben, farizeusi múltjában, ő is egy kicsit a mellét verte, vagy a vállát veregette, hogy hát ő mennyi mindennel dicsekedhet. Aztán, amikor Jézussal találkozott, attól kezdve megváltozott a gondolkodása, és azt mondta, hogy most már nincsen dicsekedésem semmibe, most már egyedül Jézus Krisztusban van az én dicsekedésem. Sőt, most már tudom, hogy a bűnösök között is az első vagyok én. Ezért nekünk is, testvéreim, meg kell tanulni azt, hogy a saját igazságunk az csak Krisztusban található. És ilyen módon értjük meg azt az alapigét, amit Pál apostol fogalmaz, hogy ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát, azt, hogy mi csak egyedül benne bizakodunk, csak benne van a reménységünk, csak ő az, aki megszabadíthat, megválthat és üdvösséget adhat. Ebben az evangéliumban az ő hatalma nyilatkozik meg. És amikor ezt megértjük, hogy minden megoldás csak Krisztusban található, akkor ez minden hívőnek, aki ebben hisz, minden hívőnek üdvösségére jön. És ebben az evangéliumban, ebben a krisztusi evangéliumban az Istennek ereje nyilatkozik meg. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki benne hitből hitbe. Mert az igaz ember az hitből él. Nem a saját érdemeiből, nem arra hivatkozik, nem abban bizakodik, nem attól reméli az üdvösséget, hanem hitből él. A Krisztusba vetett hitből él. Ezt kell nekünk megérteni, és amikor ezt megértettük, akkor ez kell bennünket késztessen arra, hogy Uram, hogy fejezhetném ki a hálámat? És itt jön a mi részünk. Mert ez az előbbi rész, ez ingyen ajándék. Ezért nem tudok tenni semmit. De amit kivált belőlem, amikor elfogadtam ezt az ajándékot, na ott jöhetnek az én tetteim, a hálám, a szeretetem, a köszönetemnek a kifejezői, hogy Uram, mivel tudnék örömet szerezni, mi a te jó, kedves, tökéletes akaratod. És Jézus elmondja, hogy ott van a szeretet törvényében, leírva, hogy mivel fejezheted ki a szeretetedet. És segítsen az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben. Ezt tudjuk megtanulni, alkalmazni, gyakorolni. És ez a reménység, ez a Krisztusban elnyerhető ajándék, ez töltse be a szívünket azzal a reménységgel, hogy az ő visszajövetelét boldog reménységgel tudjuk várni. Mert amíg a saját cselekedeteinkre nézünk, mint érdemszerzőkre, addig tele vagyunk szorongással, aggodalommal, félelemmel, bizonytalansággal, hogy vajon hogy állok én meg az Isten ítélőszéke előtt. De amikor arra gondolok, hogy én nekem Krisztus igazságába öltözötten kell megállni, akkor boldog vagyok. És ezért mondja János apostol a levelében, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, azaz Krisztus, az én megváltóm, az én helyettesem, úgy vagyok én. Mert az ő életét nekem tulajdonította. És amikor az ítéletre megyek, akkor ő igazságába öltözöttem megyek oda. Csak hogy ha ez tudatosult bennünk, akkor lehetetlenség, hogy ne akarjuk a szeretetünket kifejezni. Amikor egy ember egy rendkívül nagy ajándékot kap egy másik embertől, akkor nem tudja úgy elfogadni, hogy ne fordulna az ő szíve is arra, hogy hogy tudnám a szeretetemet én is kifejezni. Hogy tudnám valamilyen módon, ha még kicsi módon is, az én körülményeimhez képest, de kifejezni azt, hogy én is szeretem őt. Na, így vagyunk az Istennel. És itt jönnek a mi cselekedeteink. Nem hiába valóak azok, csak nem érdemszerzőek. Ez az, amit meg kell értenünk.
És erre akart Pál apostol rámutatni az alapigével, hogy a Krisztus evangéliuma az minden hívőnek üdvösségére van. És adja jó Isten, hogy ez a mi életünkben is így legyen. Amen.